Moldvában. Malárdék a kacsa család otthonülő típus. Meg az apa megelégszik azzal, hogy biztonságban tartja családját, nem mozdulnak ki sehova. Az anya viszont szeretné felrázni a dolgokat és megismertetni gyermekeivel a világ csodáit. Amikor egy csapat vándormadár érkezik a tavukhoz, akik távoli helyekről mesélnek izgalmas történeteket, a család meggyőzi az apát, hogy vágjanak neki egy kalandnak és szerezzenek életre szóló élményeket. Túl. Biztosan költöznek? Költözés, micsoda liba ötlet! Na jó, lehetetlen alak vagy. Megtaláltam egy biztonságos tavat. Utazni akarok és világot látni. Milyen apa lennék, ha kockáztatnám a fiókái népségét minden ok nélkül, leszámítva egy karibi vakáció lehetőségét? Én nem maradok le minden jóról, mert te félsz elmenni a tóról. És a Super Mario Bros. A filmstúdiójától. Indulunk! Maroktól forgatás! Rendben! Szárnyozgatás! Rendben! Repüljünk! Csak mi megyünk ebbe az irányba. Mi ez a hely? Kalandot ígértem, és ez pontosan az, amit ígértem. Ez meg mi, Kanardalorange? Mi az a Kanardalorange? Te vagy. Narancssal futtatva. Anya, leszállhatunk! Elég nagy vagy, hogy röptödben csináld. A nagy dolog ilyen nagy dolog. Oh. De az undi! Minden madár röptében csinálja. Mi van, ha valaki néz lentről? Senki sem néz lentről. Megmondtam, nem szállunk le. Kizárt dolog, hogy leszálljunk. De biztos, hogy nem néz senki. Kislányom, csináld, vagy elmegyünk nélküled. Jól van, jól van. Kacsalábon. Teljesen eltévedtünk. Jamaikába szeretnénk jutni. Gyertek, tubicáim! Erre van! Hé, nem repülünk át ezen a nagyvárosi halálcsapdán! Csak maradjatok mellettem, és semmi baj nem érhet titek. Jól vagyok, de komoly, kutyabajok! Menni fog ez. Ha-ha! Ez mellé, bossz! Kicsit maradjatok le. Hamarosan a mozikban. Elfogy a levegő. Anna, a 30 éves pedagógus, egy középiskolában tanít irodalmat. Az egyik szülő feljelenti az órán kisegítő filmként ajánlott Teljes napfogyatkozás című film miatt. A kezdetben ártalmatlannak tűnő feljelentés megrováshoz és megszégyenítéshez vezet, majd teljes elidegenítésig fajul. Az ügy végül minden résztvevője életében drámai fordulatot hoz. A etikai kódexét. De mivel sértette meg? Lesz tárgyalás. Az iskola nem tartja ezt a panaszt megalapozottnak. Maga szerint ez a film rendben van? Miért ne lenne? Két költő életéhez szól. Te belegondoltál, hogy ennek milyen következményei lesznek? Nyugodtan mondjátok, amit gondoltok. Soha nem voltam szerelmes. Szeretek gombászni. Félek a sötétben. Szeretek egyedül lenni. Az orlukak befogva, lélegzetet nem véve és vissza sem folytva. Egy nyikkanásnyi csönd is sok a torokba. Nagyon jól írsz. Van még több is? Nem akarom, hogy hülyeségekkel mossa az agyadat. Csak tanítsd azt, ami a tankönyvben van, akkor nem kerülsz bajba, jó? Mi akkor is hatással vagyunk ezekre a fiatalokra, amikor csak levegőt veszünk. És akkor is, amikor nem beszélünk valamiről.